Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai darma beszéden. Megköszönöm Bencének a gyönyörű első felét, és ahhoz, hogy még jobban megérkezzünk a pillanatba, recitáljuk el az Om Nam mantrát közösen hétszer. Om. Mit hallottál meg ebből a hangból? Ha gondolkodsz, nagyon keveset. Ha keveset gondolkodsz, nagyon sokat. Ha egyáltalán nem gondolkodsz, teljesen meghallottad ezt a hangot, és egyé váltál vele. Szungszen mester híres, rövid tanító mondatainak az egyik csokra így hangzik. Ha gondolkodsz, te és a világ szétváltok. Ha nem gondolkodsz, te és a világ egyé váltok. Ezért a nem gondolkodásért a tudatlan ember óriási árat fizet. A látó ember még nagyobbat. A tudatlan ember azt hiszi, hogy ezt az egyévválást valamilyen intenzív, rövid úton, valami kémiával, csodával el lehet érni. És ezért vállal némi áldozatot. Aki már egy picit lát és a dolgok természetével kezd tisztában lenni, az tudja, hogy itt egy élet is kevés. A minden is kevés. Amikor azt mondjuk, hogy az úton csak az illúzióidat veszítheted el, az azt jelenti, hogy a felébredésért mindent föl kell adnod, ami illuzórikus. Legfőképpen azt az én képet, amely annyira fontosnak hiszi önmagát, amelyiknek mindig igaza van, amelyiknek minden jár, és amelyik mindig mindent jobban tud. Ezen én kép feladása nélkül nem lehet elérni a felébredést. A paradox az, hogy pont ez az én kép hozott ide. Önmagában ez nem lett volna elég. Kellett mélyebb motiváció, amely a tudattalanod jó részét áthatja. Különben az elméd állandó akadályteremtése teljesen ellehetetlenítette volna az idejöveteledet. Minél hosszabb egy elvonulás, annál többet változhatsz rajta. Minél többet változol egy elvonuláson, annál jobban haladsz. És minél több esélye mutatkozik ennek a változásnak, annál nagyobb akadályokat gördít az egoitásod az ellen, hogy változzék. Uram, bocsá, eltűnjék. Bebizonyosodjék, hogy az én kép, mint olyan szükségtelen. A rálátásra szükség van, az egoformálásra nincs. A személyiségre szükség van, az elé épített falra nincs. Elég az ajtó és az ablak és a megfelelő zárszerkezet. Mikor nyitsz és mikor zársz? Mikor vagy tudat, mikor vagy én tudat? Mikor hiszed el a magad és mások gondolatait, és mikor hagyod figyelmen kívül őket? Mikor leszel teljesen érzelemfüggő, fantasztikusan érzékeny személy, akinek az együttérzése bejárja az egész földet, és mikor leszel egy megingathatatlan, kibillenthetetlen valaki, aki látszólag semmire sem hallgat, de a középpontját, a stabilitását minden emberért megőrzi. Azt hisszük, hogy ez az élet rövid. Valójában az. De az nem igaz, hogy keveset végezhetsz el ez alatt. Az igaz, hogy el vagy foglalva. De annyira nem vagy elfoglalva, hogy a tant ne gyakorolhassd. Van egy zen történet, Détong Jisong a főszereplője, és szerintem itt többségetek tudja, hogy mi egy kalpa. Egy kalp egy világkorszak. Nagyon-nagyon sok-sok év. És a történet úgy szól, hogy Détong Jisong 300 kalpán ült a meditációs teremben, mégsem érte el a felébredést. Miért? Mert nem akarta. Kérdések. Miért nem akarta a Détong a felébredést? Ha te ülnél akár egyetlen pillanaton át egy zenteremben, akarnád a felébredést? Neked milyen hosszú 300 kalpa? Valójában, Akármennyire is fontosak a tárgyak, az érzékelések, az emberek, a kapcsolatok, mindez a téridő szövedékében mutatkozik meg. A térben és időben elfoglalt helyednél nincs semmi sem fontosabb. Ez mutatja meg az utadat, a szándékodat, hogy honnan hová mész, miből kivé válsz. Ma egy napra ide jöttetek ez nagyon jó. És talán az, hogy ilyen picit kóstoltatok a zen eszenciájából, motiválhat titeket arra, hogy hosszabb időre is jöjjetek, amikor a gyakorlat kiteljesedik, és a saját belső sorozat szerkesztőd a karmádat epizódonként szépen vetíti reklámokkal együtt. És hogyha ezen az úton, a meditációban segíthetek bárkinek, akkor kérlek, tegyétek föl kérdéséteket. Az egyik szerep személyiségem az, hogy tudományos kutató vagyok. Azt várják, hogy tudjak, gondolkodjak, megkülönböztessek és emlékezzek. Hogy tudok így zen gyakorolni, mikor ez homlok egyenest ellenkezik azzal, amit a zen vár el tőlem a gyakorlás során? Kivárja ezt el tőled, hogy tudj, hogy modellez, hogy kísérletez, és még jobban tudja, ezt kivárja el. Ha ezt a munkát akarom végezni, akkor erre van szükség? Tehát ezt a munkát akarod végezni. A pályát kezdetén ezt vártad el magadtól, és így a környezetedet arra szoktattad, hogy ők is ezt várják el tőled, és a szerep személyiséged a tudós, a kutató. Ez nem homolok egyenest ellenkezik a zennel, mint ahogy a halászháló sem ellenkezik a tengerrel. Csak az a halász, amelyik látja, hogy a hálóval a kezében fog meghalni, de még egyszer sem ugrott be a tengerbe, az egyszer csak fogja és leteszi a gondolkodás hálóját, és a nem tudható tapasztalatába ugrik. És ez már nem kísérlet, ez már tapasztalat. Ez nem gondolkodás, hanem egyévállás. Itt a megismerés és a meghaladás nem ellenfelei egymásnak. Nézd meg az enkört. A 90 foknál rájön a kutató, hogy valójában mindent tud, de ahhoz képest nagyon keveset tapasztalt, önvalójából pedig eddig szinte semmit nem tapasztalt. Logosz betegségben szenvedő Európánk a lényeget összekeveri a gondolattal, és éppen ezért egy olyan rendszert akar alkotni, amely az egész világot leírja, megjósolja, sőt uralja. Ha a tenger tudna nevetni a halászhálók milliárdjain, megtehetné. De a tenger nem nevet. A tenger csak hullámzik, és hagyja, hogy a halak, a korallzátonyok, az algák és a planktonok szépen tenyészenek benne. Ha a tudatot terében engedett tenyészni a gondolataidat például kutatási tudományos céllal, akkor az intuíció termékenyítő oldatával elképesztően jó eredményekre juthatsz. De ez magadban hagynod kell a dolgokat megtörténni. Ezt hívják a kínai, koreai, japán zenben nem cselekvésnek, kínai wu Ez a nem dualisztikus tudat. Nem mozduló tudat. Nem karmát teremtő, tapasztaló és megszüntető tudat. Jobb hiány nevezhetnénk látónak, önvalónak, igaz természetünknek, buddha természetünknek, de ezek a nevek mind-mind címkék, hogy az intellektusunk ne legyen annyira tétova és tanácstalan. A tudomány tehát akkor teszi a legjobbat, hogyha meghaladja önmagát. A kutató akkor teszi a legjobbat, ha megismeri önmagát. És az önmegismerés és az önmeghaladás azok egymás után következnek, mert ha nem haladod meg a megismertet, akkor nem is tudod megváltoztatni azt. A megismerés maximuma tehát a zenkörön a 90 fok, a meghaladás, a tapasztalás maximuma a 180 fok, mert éntelenebb az éntelennél nem lehetsz, egy éváltabb az egyéváltnál nem lehetsz, abszolútabb az abszolútnál nem lehetsz. Ez mind egyetlen pont. Ennek a birtokában, ennek a tapasztalatával a nem azonosulás megvalósul, és a karma átalakítása megkezdődhet. De amíg azonosulsz a karmáddal, addig nem tudod átalakítani, mert ragaszkodsz hozzá abban a formában, ahogy az van, ahogy ez téged eltölt valamilyen érzéssel. Néha a rossz karmához ragaszkodunk a legjobban, mert megszoktuk. A jó karmához is ragaszkodunk, mert az olyan kellemes. De amíg az azonosulás nem szűnik meg, addig a karmát nem tudod érdemben megváltoztatni. Ebben különbözik kelet és nyugat nagyon erősen. A kelet egyetlen egy pontot tanított, ezt a nem azonosulás pontját, a látás pontját, amikor a tükör és a tárgya végre szétválik. Hallhattad Bence darmabeszédében, hogy a megkülönböztetés útján. És ezt odáig viszed, hogy a megkülönböztetés útján a tükör összes tárgya leválik róla, míg marad az üres tükör, és akkor a teljes egyévállás bekövetkezik, úgy, hogy a megkülönböztetés útján jártál. Hogy a dolgokat engedted a helyükre kerülni. Semmi baj a tudományjal, hogyha önnön tökéletlenségét, mulandóságát belátja. És ekkor tudjuk meghaladni azt. Ekkor látja a halász, hogy ő a tengert sohasem fogja kifogni a hálójával. Ehhez kívánok sok jó zen napot, amikor csak gyakorolsz, és pihenteted azt az intellektust, és visszatérsz a gondolkodás elé. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Én 2009-ben nagyon szerelmes voltam egy lányba. Te is? Én is. Vá és. És mit történt? A... A lényeg az volt, hogy neki nagyon sok problémája volt, és a párkapcsolata is borzasztóan rossz volt. Viszont. Valahogy ez is ismerős. Veled mi történt? Viszont, Én maradtam szerzetes, veled mi történt? Olyan dolgokat adtam meg neki, amikre mindig is vágyott. De ez valahogyan ebből nem lett semmi, mert állandóan a, a folyamatos problémák, hogy ott olyan volt, mint egy lelki szemetes láda. Valami mindig nem volt jó. Ugye? Ez, ezeket igen. Ezeket meg is értettem később. Csak az az érdekes, hogy közben eltelt, eltelt tíz év, eltelt tíz év, és jött egy másik olyan lány, akiben hosszú idő után újra szerelmes tudtam lenni. Viszont a legapróbb részletekbe véve, ugyanolyan volt, mint hogyha újra lejátszottam volna még egyszer ugyanazt. Tehát csodálatos. ugyanazokat mondta, nem, ugyanazokat a szavakat mondta, ugyanazok történtek. Nem csodálatos. Nem, nem. Nem vicces, nem humoros. Hát nem volt, De igen. Mindenki röhög, látod? Tehát az ember ilyen, mert a saját karmánkat ismételjük kínunkban, mert nem tudtunk jobbat. De a legapróbb részletekig is minden ugyanolyan volt, még egyszer. Hát gratulálok, még egyszer. Jó. Mit szeretnél kérdezni ezügyben, mert látom, segítségre szorulsz. Nem, csak hogy nem értem, hogy miért fordult elő még egyszer ugyanez. Mert te sem változtál lényegileg. Jó. Ezért a párod sem értem. változott lényegileg, és rossz hírem van, a következő is nagyon hasonló lesz, hogyha te nem változol meg. Értető volt, köszönöm. Örülök. <síns> Egyéb kérdés? Itt elő mennyire lehet összhangban csinálni, hogy a jövőmet a jelenlegi tudásom és információm által megtervezem, vizualizálom, ezt mennyire tudom a zennel egyszerre megtenni. Itt egyetlen egy dolgot tudsz tapasztalni, hogy látsz. A többi a saját elmédnek a műve. Tehát a zen az nem egy probléma megoldó kurzus. A tárgyatlan tudatot, a tiszta tükröt tapasztaljuk azért, hogy aztán az majd megoldja a problémát. Tehát te azt tervezel, amit akarsz, de az te vagy, az nem a zen. Olyan problémát oldasz meg a tiszta tudatoddal, amit szeretnél, de az te vagy, nem a zen. A zen egyszerű és tiszta, olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör. És kész. Ebből fölismered, hogy valójában milyen helyzetben vagy, mi a kapcsolatod a helyzettel, és mi a teendőd az adott helyzetben. Legyen ez életterv, életritmus, az idő nagy karmestere, hogy a különböző idővonalakat összevezényli, és a pillanatnak a gyönyörű olvasztó tégeiben az összes karmád megmutatkozik. Ez már mint te vagy. Ha a tiszta tudattal csinálod, akkor még a nagyon kemény tapasztalások is lehetnek lélekemelőek, mert tudod, hogy igaz. De hogyha a tudat nem tiszta, akkor még az örömben és a boldogságban sem tudsz hinni. Oké? Okay. Ennyi éves kortól lehet akár idehozni gyermeket? Minusz egy. Mit Minusz egy. éves kortól, amikor már tényleg jön lefelé, és lefoglalta az ülőhelyet a moziteremben, nyugodtan lehet hozni, és egészen addig, amíg föl nem nő, utána felnőttként jöhet. Köszönöm. Szívesen, de ez nem azt jelenti, hogy egy gyereket bedugjuk a meditációs terembe, hogy öt évesen ott unatkozzon szegény. Itt az történik, hogy a szülők jönnek, és a gyermek is jön velük, hogyha akar. Általában akar, mert egy normális szeretet kapcsolatban a család együtt van. És főleg, amikor szabad idő van, akkor együtt cselekszünk. Viszont a gyereknek ez a templom más jelent, mint a felnőttnek. Tehát a gyermek játszik. Vagy elnyugszik, vagy csatangol, de nem fogom azt mondani a 6-7 éves poronytnak, hogy na most üljél le, légy szíves, és ahogy apuka szenved a 30 perces fél lótuszban, szenvedjen a gyerek is. Na, ilyen nincs. Olyat láttam, hogy a 8 éves kislány az anyja mellett a 20 percet teljes lótuszban végigült de csak azért, mert az anyja ott volt, meg a tanítója. Aztán azóta eltelt 10 év. Tehát ilyen van de ezt a gyerek akarta. Itt az a szabály, hogy amíg le nem bontja az oltárt, vagy kárt nem tesz magában valami berendezési tárgy segítségével, addig minden rendben van. Tehát figyelünk, de nem korlátozunk. A veszélytől viszont óvjuk. Akár magára, akár másra mérni azt. És ezért a gyerekek itt rendkívül természetesen érzik magukat, amellett, hogy beilleszkednek, és nincs se fölfelé szélsőség, hogy szétbombáz mindent, azt nem engedjük, sem pedig az, hogy szegényke unatkozik, ott gúnya és nem tud ezekhez a morc felnőttekhez csatlakozni, akik ott üldögélnek. Ilyen sincs. A legérdekesebb számomra mindig a szertartás, hogy a gyerek mit érez meg belőle, és fantasztikus. A gyermekáldó szertartás ilyen szempontból a kedvencem. A gyermekek ott ülnek a karon, hogyha még nagyon csöpségek, vagy állnak, és így néznek, és a szertartáson van leborulás is, és leborulunk, és egyszer csak így oldalra nézek így leborulás közben, és ott van az egyik gyerek mellett, és megcsinálta ugyanazt, mint én. Miért? Mert olyanja volt. És mosolygott. Ő is megemelte a buthát, én is megemeltem a buthát, és így a földön így elfordítottuk a fejünket és összemosolyogtunk. Ez egy ilyen egyszer egy évtizedben. És ez fantasztikus. Na, ilyet is tud. ezt nem lehet kérni, Végképp nem lehet így belemasszírozni, hogy majd ettől jó lesz neked. Ez a dolog, amit itt mi praxisként követünk, ez a lehető legtermészetesebb tevékenység, az már más kérdés, hogy ebben a kultúrában új. Már merem mondani, hogy nem idegen, több százezren ismerik, hogy ez így hírből micsoda, több tízezren hallgatják a videókat, több ezren szeretnének eljutni, és több százan be is jutnak. Most ti jutottatok ide be, és ez a gyerekekre is érvényes. Tehát el lehet hozni őket, meg lehet őket áldani, lehet őket segíteni. Nagyon sokféleképpen tud a gyerek ebből a tiszta légkörből épülni, de ha nincs itt, akkor nem tud. És ezért nagyon szeretjük, amikor a szürke hétköznapokban is még egyáltalán nem unalmasak, a szülők gyerekekkel együtt jönnek el. Ez nagyon jó ötlet. Aztán van, amikor a szülő benyomja a vakáció gombot, és akkor egy rakás ilyen idéglenes pótapa és pótmama megjelenik, mert azért vagyunk egy páran, és beindul a zen klán, és elkezdünk vigyázni egymás kölkeire. És akkor a szülők így, egy kis lélegzet, séta, fárikút, vaskapú, jönnek vissza, tehát ez így egy ilyen egészséges foglalkozás. És még a meditációs olyan, hogy a gyerek az nyugodtan jöhet, mehet előző feltételek alkalmazhatóak, és megszokja azt, hogy a templom az, az neki egy nagyon jó hely, és ez kell. Ez kell. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az előző darma beszédeidben mondtad, hogy ugye az igazi szeretet az minden hullámzást elbír, és ö, mégis ez a kérdésem, hogy hol van a határ, hogy egy párkapcsolatot már érdemes befejezni, ugyanis az a helyzet nálam, hogy ö, félek tükröt tartani a páromnak, mert folyamatosan veszekedés van belőle, és mindig én vagyok a hibás, és én szét vagyok szurkálva és boncolgatva. És ahogy a Benedek is mondta, hogy ha a lábunkon állnak, akkor az hiba, ha nem szólunk, és én pontosan emiatt, a félelem miatt nem is szólok. És hogy egy ilyen folyamatos elutasítottságban vagyok, és tanácstalan vagyok. Az igazi kérdés, hogy megvolt-e a kapcsolatban akár egyetlen pillanatra is az a mágikus szikra, amikor százszázalékos feltétel nélküli szeretetet, szerelmet éreztetek egymás iránt. Ha ez a pillanat megvolt, amely itt teljesen időtlennek ugye, tűnik, akkor arra bármikor lehet építeni. El lehet felejteni ideig óráig, de aztán csak eszébe jut az embernek, hogy van -e egy olyan üzemmódunk, egy olyan tudatállapotunk, az összes karmikus probléma ellenére azt meghaladva tudjuk egymást szeretni, vagy legalábbis elfogadni. És a párkapcsolat intimitás egy elképesztő tréning. Tehát nincs olyan karma, amely ott láthatatlanul maradna, ha elfolytja, elrejti, akkor úgy látszik, hogy domborodik a fólián keresztül, ha pedig bevallja és oda teszi az asztalra, akkor pedig a maga szép színében és alakjában ott van előtted. Tehát tudjátok-e még akár egy pillanatra is felidézni azt, amikor még mindez nem volt? Mindaz, a, amit említettél a kérdésben és a jelenléteddel hozol, az még nem keletkezett. Nem volt ez a kétszemélyes apokalipszis, amiről most beszélsz. És hogyha ezt a pillanatot vissza tudjátok hozni, frisként itt és most megélni, akkor van esélye annak, hogy ez a kapcsolat kibírja a karma hullámzását, Bizonyos hajók jól meg vannak építve, és kibírnak szinte mindent a tengeren, akár egy komoly tájfunt is. Van, amit egy hármas erősségű szél beborít, és kész. És ott fullad meg mindenki. Tehát nagyon figyelni kell a feltételhez kötött és a feltétel nélküli részére a kapcsolatnak, és van egy ilyen mondat, ami ha szívből jön, akkor oldhat egy csomó mindent, hogy én még így is szeretlek, bár tudom, hogy ez nem te vagy. Én akkor is szeretlek, ha te ilyen állapotban vagy, és ezeket mondod nekem, bár ennek el kéne már múlnia, és el is fog. Tehát itt hallhattad a feltételez kötött és a feltétel nélküli szükségszerű találkozását, mint hogy az ember is, a dzsíva, a test és a lélek találkozása, így születünk, és a tudatosság belemerülése az anyagba. Ha ütközik, akkor úgy, ha úszik, akkor úgy, ha konfliktussal, akkor úgy, ha harmonikusan, akkor úgy. És ez a találkozása másikkal, a szellemnek, a tudatosságnak, a belemerülése az érzékelésbe, az élet és halál tapasztalata valaminek, ami bennünk túl van ezen, Hát ez az élet nagy paradoxon gyűjteménye. És egy kicsit hasonló módon kell fogalmaznom, mint az előbb, hogy ez csak akkor fog változni, ha te is megváltozol. Ezt kényszerből tehetjük egy váltás árán, és akkor egy új kapcsolatban kezdünk, és a régi az gyakorlatilag a tanulságával együtt kimegy az ablakon. Vagy pedig adtok egymásnak úgy időt, belső és külső időt, hogy tudjatok változni, és akkor learatjátok a gyümölcseit a kinkeserves óráknak, napoknak, a tanulságnak, a változásnak, a szembenézésnek. És mindegyik megoldás helyes, csak vállald előszintén, hogy tudd, hogy az volt a legoptimálisabb, hogy nem tehettél jobbat, csak azt tehetted, hogy kihoztad magadból, és átételesen a másikból is a legjobbat. Itt még rengeteg olyan tér van, olyan lehetőség van, amit szerintem nem használtatok ki. És a tapasztalatom az, hogy a személy közötti problémákat mondjuk egy párkapcsolatban nem lehet pusztán a párkapcsolaton belül megoldani. Ez nem azt jelenti, hogy megmondalak a lakanyádnak, és visszaviszem a családi karmába az egészet, mert akkor én magam a gyerekké tettem megint. Ez arról szól, hogy minden karmának van egy nagyobb tere, mint az, ahol keletkezett. Tehát egy párkapcsolatot be lehet vinni úgy a csoportba, hogy váltva vagy egyszerre, de a párkapcsolatnak a tagjai eljönnek, és mondjuk meditálnak, és egy teljesen más üzemmódot vesznek föl, mint addig. Ez ténylegesen tisztító és gyógyító lehet, nem beszélve a szertartásokról, ahol például hibákat meg lehet bánni, karmát lehet tisztítani, újra lehet kezdeni. Miért? a szónak így a nagyon félreérthető csengésével mondom, egy másik ember befektetés, nagyon komoly munka, nagyon komoly áldozathozatal, elképesztő jelenlétet, odafordulást, időt, energiát kíván egy párkapcsolat felépítése és megtartása. És ha lehet, azért ne engedjük le a lefolyón az első repedéskor. Azzal mi is bukunk, és mi is pusztulunk. Jó? Köszönöm. Szívesen utóiratként, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell, és ez nem elfolytás. És azzal, hogy szételemzünk valamit, azzal nem javítunk a helyzeten, hanem inkább még rontjuk a dolgokat a sok-sok bonyolult és félreérthető gondolat által. Úgyhogy itt ezt a választ be is fejezem. Egyéb kérdés? Nagyon boldog párkapcsolatban élünk a feleségemmel. De nem adott meg az, a, az az áldás, hogy gyerekünk legyen. de mindig azt szoktad mondani, hogy tovább kell adjuk azt, amit tanultunk, és hogy ha ezt így nem tudjuk továbbadni, attól még meg tudjuk találni ennek a megoldását? Hogy... Persze, hát azért kétféle alapvető átadási mód van. Az egyikben a te DNS-ed is benne van, a másikban csak a lelked, a szellemi DNS-ed van benne. Tehát nagyon sok tanítónak nincsen húsvér gyermeke, de a tant azért átadta rendesen. Fordítva is igaz, az emberei párok, családok többségében van gyerek, de nagyon sok család érzi azt, főleg apuka, hogy nem sikerült átadni a gyereknek azt, amit tud. A gyermek nem valósította meg az álmait, nem azon az úton jár, amit apuka kijelölt. És innentől kezdve van egy nagyon komoly Helyre igazítandó a lélekben, hogy az átadás az micsoda. Lehetséges az, hogy a húsvér kapcsolatok, a biológiai leszármazás átadási vonal is. Japánban és Tibetben és Korea nősrendjeiben is látunk ilyet. De ez nem szükségszerű, és nem egyértelmű, hogy így van. És látunk olyan átadási vonalakat is, ahol messze nincsen biológiai közük egymáshoz az embereknek, mégis néha jobban megértik egymást, mint családtagok. Nagyobb az összhang köztük. Talán pont azért, mert sem vérségi, sem érdekviszony nem fűzi őket egymáshoz. Úgyhogy valamelyiket vállald el, ha csak tanítványaid vannak, ők a szellemi fiaid. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én a kislányomat, tehát kiszakítottam a, a családból a saját magam miatt. Azt gondoltam, hogy teljesebb életet tudunk így élni, mint hárman. A gyermekre nézve ez, ő most 9 éves, mennyire volt jó döntés, vagy nem jó döntés, mert nekem emiatt hatalmas bűntudatom van. Szerencsére ezt a kérdést nem én fogom érdemben megválaszolni, hanem a kilenc éves gyönyörű kislányod. Az a jó hír, hogy a java még hátra van. Rossz hír nincs, csak az, hogy eltelt kilenc év, és ebből ahány évet az apjától érdemben különélt, annyiban ugye hiányzik az apa jelenléte. Ezt más nevelő apa státuszú férfi nem pótolhatja érdemben. Még akkor sem, hogyha van szeretett kapcsolat a kettőjük közt. Ez azért van, mert az a gyermek az apjához és az anyához született egyszerre. És akármilyen felrakásban, de szükség van az apa és az anya jelenlétére a gyermek életében még akkor is, hogy a szülők nem élnek együtt, mert ők úgy döntöttek. De a külön élés döntése nem menjen a gyermek neveltetésének a rovására. És látni kell azt a karmát, amely a párt is a gyermeket, illetve a gyermekeket összefűzi. Nagyon gyakran nem látjuk ezt a karmát, csak gondoljuk, hogy majd jobb lesz akkor, ha. És számos példa bizonyítja, hogy ha a vérszerinti szülők nincsenek jelen a gyermek életében, sokkal nehezebben nő föl, sokkal több problémája van, és mihelyt mondjuk visszakapja egy restaurációs folyamat útján 10-15 év teljes távollét után az apját, azon nyomban elkezdenek a dolgok a helyükre kerülni. Extrém esetben, Történt egy olyan, ami ritka, hogy azt hitte a kislány, hogy XY az apja, holott ZT volt az apja, és így eltelt 28 év, 28 évesen ismerte meg az apját, és hangsúlyozom, nem örökbefogadásról volt szó, egy családi titokról volt szó. És addig minden baja volt, minden baja volt. Egyszerűen elképzelhetetlen rossz párkapcsolatai voltak, munkahelyi döntései voltak komoly érzelmi nehézségei voltak, mert az apjával soha nem volt se energetikai, se fizikai, se szellemi kapcsolat. És amennyire meg kell haladnunk azt a karmát, amivel és ahova leszülettünk, olyannyira nem nélkülözhető ez az útunk elején. Tehát a gyermeknek mind a két szülőjére szüksége van, nem sokára indul a prepubertás. És akkor a kis kilenc éves, amikor már 10 meg 11, elkezdi szépen mutogatni a karmait. Aztán jön a 12-13, és mindezt turbóra kapcsol, és a 14-15-nél a nyomában nem érsz. Tehát ha apukának a jelenléte, a fegyelme, a következetessége, a gondolkodása, a rendszeressége nincs benne sejt a gyerekben, a serdülőkori problémái el fogják söpörni, sokkal nehezebben lesz visszahozható onnan. Az apuka is jelen van, csak külön Élünk. Legyen így. De a jelenlétről beszéltem, a rendszeres találkozásról, és teljesen mindegy, hogy milyen módon töltenek együtt időt, az energiakapcsolatra szükség van, a tudati tükrözésre szükség van, a nagyon mély lelki harmóniára szükség van. Oké? Okay? Szívesen. Egyéb kérdés. Mi van akkor, ha az édesapa nem él? És így nőtt fel a gyermek más apukával, de tehát ilyen esetben... Minden együttérzésem mellett a földi élet az nagyon-nagyon sok hibát és traumát elvisel. Erre vagyunk tanítva. Akkor más mintákból, két-három férfi mintázatából kell összerakni azt, ezek a családon belüli és a családon kívüli szeretett kapcsolatok, amelyekből össze tudja rakni az apa élményt. Ez heges, törött, több darabos. És én is, hogyha jól megnézem a gyermekkoromat, egy nagyon harmonikus, világos családban éltem, de apám nem tudta minden kérdésemet megválaszolni, pedig nagyon-nagyon művelt ember volt. Kellett a nagybátyám is, az anyai nagybátyám, és így két apa személyiség volt, az egyik a szellemi-lelki, a másik pedig a fizikai, intellektuális akaratbéli szenvedélybeli. Úgyhogy az egyik volt az erő, a másik a bölcsességgel láthatott együttérzés, és mind a kettőre szükség volt ahhoz, hogy a szellemi atyámhoz, Szungszánzen mesterhez tudjak érdemben csatlakozni. Úgyhogy a két ember, a két magyar ember nagyon jó munkát végzett rajtam és velem, úgyhogy így nem volt nehéz a szellemi apát megtalálni. És az nem baj, hogyha több ilyen lény van az életünkben, de hogyha a biológia hiányzik, az tragikus, mély együttérzéssel, de valahol pótolni kell, helyettesíteni soha nem lehet. Tehát a helyében nem lehet senkit. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Említetted a szertartást, esetleg erről egy kicsit bővebben mesélnél, hogy például akár egy gyermekállás tekintetében, vagy egy kapcsolat, hogy hogy működik, jó. Kitüntetett pillanatban, megalapozván energetikailag, tudásban, műveltségben egy olyasféle pontot teremtünk, ahol a kimondott szónak teremtő ereje van. Nagyon sokszor úgy éljük az életünket, hogy a szavaink csak ilyen apró betűk egy használati utasítás lapjának az alján. Tehát amikor ez nagybetűs és elhangzik, akkor ez teremtő erővel bír. Tehát azzal válsz, ami a szertartásnak a fő tartalma, a fő motivuma. És akkor egy gyermek például kap egy áldást, hogy nagy szeretet, nagy együttérzés, nagy bóthizatva út. És ez egy kitüntetett alkalom, ez meg van alapozva énekléssel, jelenléttel, egyéb kielentésekkel és tanítással, azért, hogy ez a tudatban szilárd talajba el lehessen ugye, ültetni. Minden szertartásnak megvan a maga kitüntetett célja, legyen az fogadalomtételi, esküvői, búcsúztató, karmatisztító, halotti szertartás. Tehát ezek mind-mind az élet kapuit díszítik föl, és teszik erőssé, kimutatván azt, hogy vannak visszavonhatatlan változások az életünkben, mert akárhogy figyeled az időt, akár ciklikusan, akár lineárisan, csak előre megy. Tehát ez egy egydimenziós kontinuum. Amíg testben vagy, addig nem tudsz az időben visszafelé haladni. Testen kívül se nagyon, csak egy picit. De a lényeg az, hogy nem lehet a mulandóságot figyelmen kívül hagyni, a stációkat sem, amelyeket bejárunk az életben, és ez a deszakralizált materiális lét, amely sajnos a többségre jellemző, az nem csak azért probléma, mert nincs szakrális dimenzió. Nincsen rálátás. Ez már önmagában elég nagy baj. De a legnagyobb baj az, hogy ezek a változások nincsenek kapukkal jelölve. Nem tudunk korrekt módon átváltozni és ezt a változást segíteni másban. És kétségbeesetten, uniformizáltan ugyanolyanok maradunk. De ha merünk változni, akkor ezen változtatásoknak vannak kitüntetett napjai és helyei. Például az egyik kedvencem az az esküvői szertartás, mert mindenféle fogadalom nagyszerű, de amikor egy férfi és egy nő testben, lélekben, szellemben teljesen elvállalja a másikat, akkor az egy olyan útnak a kezdete, amely ha szellemi gyakorlattal párosul, akkor nagyon-nagyon gyorsan lehet haladni a felébredés felé. Ugyanis, ha van egy szellemi dimenzió, ha van egy közösen vállalt látás, akkor a karmát nagyon gyorsan meglátjuk. Ez nem jelenti azt, hogy könnyebb, csak azt, hogy gyorsabb az út, mert az intimitás közelségében minden karma előbb-utóbb megmutatkozik. És ezt érdemes óvni, védeni, tisztítani. Úgyhogy nagyon sokféle szertartásunk van, és ezt a szangatagjainak szoktuk tartani, akik már itt voltak és gyakorolnak. Egyéb kérdés? halál utáni egy-két óra nagyon fontos. Hozzátartozóként mit tehetünk ott azon frissébe? Azon frissiben Zsidzsangból száma antrát kell énekelni. Ő az a vezető, aki az eltávozottakat vezeti az útjukon. Ha a kultúra és a környezet nem ágál ellen, akkor egy gyertyát, füstölőt, egy kis felajánlást lehetne tenni, ilyen kis házi oltárként a halálos ágy mellé és a rokonságot egy kicsikét csendesíteni kéne, hogy igen, gyászoljunk, rendben van, könnyezzünk, sírjunk, rendben van, de ne jaj, veszékeljünk és ne hisztériázzunk, mert zavarja a folyamatot. Tehát mindenféle szerepjátéktól lehetőleg legyen mentes a gyász folyamat. Ez azért fontos, mert a testből való kilépés az legalább ugyanolyan kockázatokat, veszélyeket hordoz, mint az abba való belépés. Születési rendellenességekről beszélünk, meghalási rendellenességekről nem, mert nem látjuk. De legalább ugyanannyi van. Ezt úgy szokták mondani, hogy eltéved a bardóban. Tehát, hogyha nem kap megfelelő tanítást, és rendkívül tisztátalan tudattal és terhelt karmával lép ki, akkor sokáig tud kóborolni, úgyhogy nem találja meg az útját, mert nem találja meg azt a vezetőt, aki őt kézen fogja, lélek a lelket test nélkül kézen fogja, és vezeti az útján. És a halotti szertartásban Zsizsang Bosszának van egy másik neve, ez az In Ro Wang, az In kínaiul az ember, a Ro az út, a Wang pedig a király. Érdekesség kép jelzem, hogy ha teljesen vallásos dimenzió nélküli, halálközeli élményeket olvasol, akkor ez az alak, ez ott van. Csak másképp, egy más avatárt vesz magára. Úgyhogy megvan az a lélek kapcsolat, aki nincs testben, de fogadja a testből kilépő lelket. Tehát a kilépés után sem vagyunk egyedül, de hogy minél gyorsabban találjuk meg ezt az utat, és ne vesszünk el az érzékszervi tudattalan kivetülésében, az nagyon fontos. Tehát szenvedi betegek esetén ez az érzékszervi olyan, mint a kátrány. Egy ilyen kátrány fekete folyóban, vagy hegyben lenne, és mire ezen keresztül rágja magát szegény, nagyon sok idő el tud telni. Energiát veszít, fárad, vakabb lesz, akinek nincs ilyen feldolgozatlan karmája, az sokkal hamarabb áthatol ezeken a rétegeken. Minden tudatalatti, érzékszervi, elfolytott karmának más és más projekciója lesz a bardóban. Amennyire kitisztítod a tudatodat, annyira lesz harmonikus az átmenet az élet és a halál között. És a bekezdés végére egy mondat, én az első két-három évében a zen tanulmányaimnak nagyon érdeklődtem így a bardó, az a köztes lét tanítása iránt, és nagyon csalódtam, amikor nem találtam zen halottas könyvet. A tibetiben van, az egyiptomiban van, a zenben miért nincs. És ezt megkérdeztem egy zenmestertől egy interjú során, és azt mondta, nem fontos, ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. És akkor én ebben nagyon csalódtam. Tehát én vártam a magyarázatot, vártam a rendszert, vártam a metaréteget, a vizualizációt, a stb. És nem jött. És akkor fegyelmezett zen tanítvány módján, saját reakciómat látva, nem adtam neki teret, és nem mondtam ki. Leborultam hálat egy szívvel a zenmester előtt, aki persze látta ezt az egész belső történést, és Mentem az ajtó felé, és hogy meghajlok az ajtónál, ezek a híres utolsó mondatok: Lincssi, Zsódzsu, Namcson, Máczó, az összes nagy zenmesternél van ilyen tanítvány, kimegy, és mielőtt a szobából kilépne egy utolsó mondat, na ez akkor nekem így hangzott: ha tiszta a tudatod, nincsenek bardó állapotok. Oké. Okay. Na, ezért kell a helyes szertartás, a helyes hozzáállás, a helyes mantra, és akkor tudod segíteni a lelket az útján. Mert ha nem, úgy eltévedhet, hogy beleragad, mint Han Solo az aktív szénbe. Okay. Egyéb kérdés? Elhangzott a nap elején egy olyan kijelentés, amit következőképpen fordítottam magamnak le, hogy nem kell a buddhizmus filozófiáját tanulni ahhoz, hogy zen gyakorolhassunk. Ezt én nem értettem. Most már érted? Kezdem. Akkor jó. Mondjam ebből webben? <laughs> Oké. Okay. Mielőtt nagyon csalódnál, van egy olyan költemény, ami a megvilágosodás természetéről szól. Ez a 185-ös számú koanunk. Szungszám mester gyönyörűséges tollából, és van benne egy mondat. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. Látod? Hallod? Már tisztán látsz. Már tisztán hallasz. Ez a bot, a hangja, és te. Azonos vagy különböző? Ha azt mondod, azonos, 30 ütést kapsz. Ha azt mondod különböző, akkor is. Ezért nem kell filozófia. Egyéb Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy szangatagok legyünk? Hányszor kell jönni? Mennyit kell meditálni? Van egy jó hírem, meg egy még jobb. Nincs minimum elkötelezettség maximális jelenlétnek kell lennie. Szándékosan nem osztunk vonalkódos, QR-kódos tagsági kártyát, pedig gyönyörűeket tudnánk tervezni, kibocsátani, blokkolni, és ezáltal a tagság látszatát keltenénk. Tudod, ezek a kártyák a tárcádban. A jelenlét a tagság. Az, hogy együtt gyakorlunk, az a tagság. Az a közösség, hogy egymást segítjük templomban és templomon kívül ez a tagság. Minimum? Már itt voltál. A minimum megvan, de ez kell. A minimum kell. A maximum az, hogy több keresztül együtt gyakorlunk. Hányat szánsz rá? Na, e kettő közt szívesen látunk. Köszönöm. Egyéb kérdés. Én azt szeretném megkérdezni, hogyha az ember a Youtube-on hallgatja mondjuk a itt, akkor az ér? Az ér? Mert hogy... hogy... Utána zöldet. Mert hogy ö, ugye olvasom az énekes könyvet, és más a szövege. Nyilván nem ugyanazon a nyelven ö, éneklik. Az nem baj? A helyzet rosszabb bennél. Nagyon-nagyon-nagyon sok nyelven éneklik, ami nagyon jó, és vannak különböző szövegváltozatai, néhány sor néha kimarad, van rövidített is. Tehát mindegyik dáranit a maga helyén kell kezelni, és a legszebb az a szövegromlás, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy Siddham szanszkrit eredeti, mutatok, mert Nagy Dárani ott van fönt Siddham szanszkrit nyelven, Szumszánzen mester mellett, ugyanis ő ezzel érte el a felébredést, illetve hallott kóriai kontextusban, és teljesen más. Ez, 1700 éven keresztül csiszolnak valamit, akkor az megváltozik. Tehát a szöveg kiejtése más, de a szótagok végig ugyanazok. Tehát hallgassd a Nilakantadáronit, és ne gondolkodj róla. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogy miért van az, hogy van, akiben talán soha nem merül fel az a kérdés, hogy mi ez? Benned fölmerült, és ez nagyon jó. Az oké. Okay. Az összes többi érző egyéb karmikus akadályokkal küzd. Azért nem merül fel bennük. De úgy tűnik, hogy ők is teljes életet élnek. Nekik igen, uh -huh. nekünk nem. oké? Okay. Itt a különbség. Ő teljes életet él. Hát persze. De akkor miért nem szedi fel a szemetet maga után? Ja, hogy még be is szennyezte a tavat. Ó, és ki is írtotta a félélő világot? Ennél egy... Ja, hát ez a teljes élet, köszönjük szépen. Nem egy picit finomabbra gondoltam, aki Én alap... Nem. Én hagylak, gondoljál finomabbra, mondjad aki alapvetően egy jó adottságokkal érkezett, tehát hogy nincsenek ilyen romboló szándékai együttérzés is van benne, de alapvetően nem vitatja ezt a kérdést, hogy mi ez. Én arra a variációra gondoltam. Látsz ilyen szemét a Igen. Ki légyen az? Közeli. Közel hozzád? Uh -huh. Szeretnél neki segíteni? Úgy tudom, hogy hát ha megmondod, hogy hogy tudok segíteni, alapvetően hagyni akartam őt, de ha azt mondod, segítsek, segítek. Persze tedd föl neki a kérdést. Te ki vagy valójában? Ez nagyon sokat fog segíteni, még akkor is, hogy esetleg irritálódik szegényke. Még jobb, amikor valami olyan szerep vetít feléd, ami tökéletesen elfogadhatatlan, akkor azt mondod, hogy én tudom, hogy ez nem te vagy, de én akkor is szeretlek hogy egy picit közelebb hozzam a példát, két gyermekemről beszélek. Az egyik felteszi a kérdést már kicsi fiatal korában, a másik létezik. És ő is jó szívű. hány éves? Amelyik nem kérdezte, ő, hát most tíz. Atya, úr, Isten, tehát tíz éves gyerektől várod el, hogy feltegye a mi ez kérdést. nem várom el tíz tőle. Tíz éves koromban összetörtem magam. Nem. Meg sportoltam, meg rohangáztam, megvitatkoztam. Érted? Ez többenet. Nem várom el tőle csak a másik feltettein a, a két gyermek közti különbséget. Nem akarom, hogy olyan legyen, mint a másik. Ne, ne érts igen. félre. Azt akarod, hogy az egyik feltette? Nem. Akkor a másik is tegye föl, mert az nem. én gyerekem. Nem. Nem. Hát akkor elhoztam volna őket. Látod, nem hozom őket a kérdés ellenére sem hoztam el őket. Tehát az, az, Ez az nem ő nem útjuk. a anyuka. Ne tessék elvárni a tíz évestől, hogy feltegye a kérdést. Miért? Budha urunk 28 éves koráig csak úgy létezett, mint királyfi, mint leendő trónra lépő, mint leendő maharádja. Érted? Tehát a 10 éves, az 10 éves. És örüljön persze, hogy ilyen családba született, de ne akarjuk meggyorsítani a természetes érés folyamatát. Tehát, ha fölteszi a kérdést, fölteszi, és ez így nagyon jó. Ha nem teszi föl, nem teszi föl. Még legalább egy olyan 10-15 év türelem. Jó? És ha apuka sem teszi fel, hogy még közelebb hozzam, és távolabbra tegyem időben. Maximalista anyukának előbb-utóbb boldogtalan lesz a családja. Tehát ezt a legnagyobb együttérzéssel mondom, mert ismelek, tudom, hogy jót akarsz. De azt szeretném, hogyha látnád, hogy apukát is te választottad apukától nagyon sokat tanultam, tehát én sem lennék itt, ahol vagyok, hogyha nem tanultam volna tőle. Én az, arra akarok rá lyukodni, hogy ő nem teszi fel a kérdést, mégis látja azokat, amiket én kérdés útján érek el. Tehát ez lett volna, tehát hogy ő neki nem kell. ha látja, akkor hajt, hogy hagyd lássa. nem csak be előbb-utóbb melletted ilyen csendes természet lesz, ha még nem az. Nem. Tehát hagyd lássa. Hidd el, hogy a felnőtt férfiaknak is megvan a maguk érési folyamata, még akkor is, ha ez nem úgy látszik. Én hagyom őt, én csodálom, tehát én, én azt próbálom most mondani, hogy én csodálom érte, hogy ő nem nincsenek ilyen kétségei, nem keres, nem kutat, és úgy tűnik, mintha ő neki Meg is találná -e ezért, ugye, amit nem keres. Igen. Hagyjuk meg őt így ebben a boldog nirvanisztikus család életben. Nem bántom, csak érdekelt. Az elég? <síthat> akkor... <síthat> Akkor nem is érdekel. Érdekeljen, csak segíts neki, és ne gyömösszöd jobbra-balra, hogy most ilyen legyen, olyan kérdést tegyen föl, vagy nem. hasonló. Hozza haza a vadat, védje meg a családot, azt örökítsen. Kész. Ha még ennél többre is van, szufla, majd kijön belőle. Az Egyéb... érdekelt, hogy honnan hozzuk mi ezt, hogy mi kérdezünk ők, meg nem. Ez egy jó kérdés. Akkor csak eljutottunk a végre. Hát csak eljutottunk ide. <laughs> Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés bárkita. A darma beszéded elején, nem biztos, hogy pontosan idézem, de hogy a rendíthetetlen belső mag és az ehhez vezető út az mi? Hát egyrészt azért a megfelelő forrást meg kell jelölnöm, ezt Bence mondta a Darma beszéd elején, ami nagyon Te csak visszaidézted? És én visszaidéztem, és azért hangzik ez el, mert a nem mozdulót, a nem kettőst, azt nem lehet elpusztítani. Tehát ha te folyamatosan ebben a nem cselekvő, nem mozduló, világos tudatban vagy, ebben a szentséges pillanatban, ha ez erősebb, mint a változás, ha ez erősebb, mint az avatárok harca, akkor ez a külvilág számára tűnhet úgy, hogy ez rendíthetetlen és kimozdíthatatlan. Már épp ez elég baj annak, aki ki akar téged mozdítani, de nem sikerül. Úgyhogy erre szükség van ahhoz, nő és férfi oldalon egyaránt, hogy a karmát tudjuk kezelni. Hogyha a hajódat nem tudnád lehorgonyozni, akkor a tenger hullámai zátonyra futtatnák, kivinnék a nyílt tengerre, darabokra törnék, felfordítanák, minden történne csak nem az, amit a kapitány, a kormányos és a legénység szeretne. Tehát egy léleknek, lélektudatossága mértékében lesz felébredett állapota. És hogyha ez a felébredettség erősebb, mint a karma, ami éppen előtte van, akkor a horgony megtartotta a hajót. Mert mondjuk a kapitány volt olyan okos, hogy Ornál és Tatnál egyaránt lehorgonyozta, kezdetre és végre egyaránt rakott tudatosságot, a teremtésre és a megszüntetésre egyaránt. Tehát dupla horgony kell az alfához és az omegához is, de mivel igazi önvalónkban van az alfa és az omega, ezért ennek a pillanatnak a teljes értékű tiszta megélése az, amely a keletkezés, megtartás és megszüntetés ura. Ezért kell, nem azért, hogy te sziklának néz ki, és veregessék a nagyon vastag váladat, hogy te kimozdíthatatlan vagy rendíthetetlen vagy. Az azért kell, hogy tudj segíteni magadon és másokon egyaránt. Jó? Ugyanúgy, ahogy kérdeztem ebből a szertartásról, és ugyanúgy szeretnék egy kisebb bemutatását, amiről meséltél, és itt is említetted az interjúnak. Ez mikor jön el, hogy jön el, hogy az működik? Az interjú az a következő fokozatban jön el, amikor már nem egynapos zen, illetve zen tábor van, hanem egy középhaladó elvonulás. Az en interjú az az intuíció tréningje. Addig értelmi és érzelmi intelligenciát tanulsz. Helyes cselekvést, helyes viszonyulást tanulsz. Amikor pedig már úgy nagyjából kezdett sejteni, hogy a templom mire való, és itt mit lehet csinálni, akkor bedobjuk az intuitív kis szikrát a tüzelőbe, és elkezd a zen mágia égni, és elégeti a karmádat. Az interjú tehát közted és a tanító közt van, pontosan olyan, mint amikor az egyik tükör tükrözi a másikat. Olyasféle paradoxonokkal nézünk szembe, mint a zen amelyeket az addigi mintázataiddal nem tudsz megoldani. Ahhoz hasonlít, mint amikor egy tűt elrejtek a szénakazalban, és meg hogy találd meg. Ha ez csak egy maroknyi széna és egy világos, hosszú varró tű, akkor kicsit szétkotrod és megtalálod. Ha már kicsit nagyobb a szénakazal, és két tűt tettem bele, akkor több ideig tart. Hogyha a tű széna színűre van festve, akkor csak úgy érzed, ha megszúr. Mert egy tű nem úgy szúr meg, mint egy szalmaszál. És hogyha nagyon nagy a szénakaza, akkor egy életen keresztül vájkálhatná benne, akkor se szedhetnéd ki, és éppen ezért egy rendkívül erős mágnesre van szükség, és elkezded rázni a szénakazlat, és a mágnes magához rántja a tűt. Tehát ez a mágnes az intuíciód, addig pedig a kiművelt intelligenciád az, amivel dolgozunk. Amire bizton számíthatsz, és itt nagyon hálásak vagyunk szunk mesternek mert egy olyan rendszert épített ki, amely elsősorban hibatűrő, másodszorban eljuttat az értelmi és érzelmi intelligencia gyönyörű párosától az intuícióig, amely nem egyenlő ezzel a kettővel. Úgy kell elképzelni, mint a váltófutást. Oké? Okay? Tehát egyszer csak egyik kézből a másikba a stafétabotot, és rájössz, hogy képes vagy tesz gondolkodás nélkül is. Utána egy olyan fokozat van, hogy gondolkodással már nem tudod megoldani, és megtanulsz megmaradni a nem tudható, de tapasztalható tiszta önvaló állapotában. És ebből a koan kipattintja azt az intuitív szikrát, amelyel te helyesen megválaszolod a kérdést. És van ilyenkor, hogyha ezt jól csinál, egy olyan érzés, hogy, hogy ez rajtam keresztül jött, de nem én voltam. Aztán leszoksz arról is, hogy gondolkodj róla, mert rájössz, hogyha gondolkodsz róla, az gyengíti a hatást. Ha elkezded minősíteni, akkor megint metarétegekre bontod a tudatot, és ezt az egységet, amivel te, mint tiszta tükör létezel, nem kell a gondolatok szikével állandóan felszabdalni, nem kell szételemezni, nem kell rétegezni, stb. Úgyhogy az interjú az az, ami feketén-fehéren megmutatja, hogy te tudatilag hol vagy. Mennyire tudsz tükrözni, mennyire mozdulsz ki, mennyire követed a karmádat, mennyire hiszed el a reakcióidat, mennyire minősíted magadat, a koant vagy a tanítót. Szoktam úgy is hívni, hogy a koan egy olyan röngengép, ahol te nem kaphatsz sugárfertőzést. Tehát tiszta térben, tiszta tükörben látszik a karmád, és az is, hogy mekkora az eltérés a helyes válasz és a kísérletet között. Az eltérés mértéke a karmád nagysága, az eltérés fájdalma a szenvedés mértéke. Úgyhogy nagyon-nagyon jó gyakorlat a kuampraxis, és meglátásom szerint a zen útján lényeges haladás enélkül nincs. Tehát meditálhatunk, tanulhatunk, jól viselkedhetünk, elhozhatjuk a gyerekeinket is, a párunkat is, nagyon jó így, de ha haladni akarsz, akkor rá kell lépni a kuanpraxis rögös útjára. Miért? Mert fogalmad nincs, hogy mi lesz. Fogalmad nincs, hogy te hogy fogod érezni magadat. Néha ilyen hatalmas ütéseket hallasz ki az interjúszobából, és utána nulla másodperc különbség, ilyen visító hangos röhincsélést. És ezt nem tudod összerakni, hogy az ütés és a röhincsél és az hogyan függ össze. Érted? És aztán vannak ezek a csendek, és akkor csak úgy ajtó kattan, szép lassan becsukodik, és vász úristen, visszajön? Vagy valami történt? Kivitték például. Nem. Tehát visszajön. És leül a helyére, és, és kicsit könnyezik a szeme, és leül és meditál, és közben mosolyog. Jó? Tehát én kívánom azt, hogy mindannyian járjuk a zen néha rögös, néha sima útját, lássunk rá arra, hogy mi van a belső mini univerzumunkban és ebben a külső nagyban, éljük meg e kettőnek az egyévállását, tisztuljunk le, mint a tér, mint a tükör, és segítsünk magunknak és másoknak is egyaránt megszabadulni a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!